Na, sziasztok, itt Szindákai Headquarters. Most máshonnan vagyok, tehát természetesen ezért kicsit más a háttér, meg ilyenek. Viszont eljöttem a Bálint elleni csatára. A Bálint ugyanúgy 3-0-val áll, mint én, és Úr Istenem, a csapata mennyire jó az enyém ellen, de hát próbálkozunk nyerni. Ugye az ő csapata, minden mondom, de le van nekem írva, nem más, mint egy Mimikyu, egy Blastoise, egy Heliorisk, Steelix, Girder 90, ez Leafeon, Sneasel, Duraluda és Amphazant. Most ebből, amit már láthatunk, az az, hogy irtózatosan gyors csapata van. A leggyorsabb Pokémonja nem más, mint Heliorisk, maximum 177-es a speedje, még a leglassabb Pokémonja az a Steelix, aki még ugyanúgy 90-es max speedje van, vagy ha minimum, és nincsen negatív speed invest, akkor is csak a Blastoise, a Girder, meg a Steelix van 100-as speed alatt. Most nyilván el kell mondjam, hogy ez az én esetemben teljesen nem így van. Sokkal lassabb a csapatunk, viszont van azért kettő gyors Pokémonunk, őket azért próbáltam el is hozni. Az én Pokémonjaim közül, aki nagyon jó ellene, az a Machamp, ezért őt mindenféleképpen hoztam. Gyakorlatilag egy tipikus gáccos szettet hoztam, itt látjátok, max attak, kis HP-k és pont annyi speed, hogy minden lehetséges Steelix-et átgyorsuljon, ugye Steelix-nek a max speedje egy 252 invest és olyan nature-rű Steelix-nek 90, és neki pont 91 speedje van, hogy biztos gyorsabb legyen a Steelix-nek. Nyilván van Steelix-et, amúgy még close combat-tel se tudom vásatolni, de komoly damage-eket be tudok ütni. Akkor nyilvánvalóan, ahogy néztem, majdnem az összes Pokémonom jó lett volna ellene, kivéve a Gastrodont és a, hogy hívják ott, Delmice-t. Szóval igazából 8 Pokémonból választottam 6-ot, és nehéz döntés volt, mert mindig, hogyha valamelyik kimarad, akkor valamelyik másik Pokémonja ellen Bálintnak gyengébb maradok, sajnálatos módon. De úgy gondolom, ez a line-up az, ami úgy gondolom, hogy lefed minél több mindent az ő teaméből is. A következő Pokémonom egy fizikai védő Clefairyből, mert nagyon sok fizikai támadója van igazából. Mimikyu, Blastoise is lehet fizikai támadó, ezt ne feledjük, és a setupos is lehet, ezért unoveres az én Clefairyből, az biztos. Steelix is inkább fizikai, bár ugye ellene nem nagyon tudunk mást csinálni. Viszont van tűztípusú coverage move-unk cserébe, ami azért hasznos lehet egy Steelix ellen, hogy a switching-t azt beprediktáljuk. Akkor természetesen van Girder, ő is fizikai támadó, Leafeon is, Sneasel is, és akkor ezek ellen Duraludon is lehet, az bármi lehet. Ezek ellen hoztam ezt a Rakihámetes Clefairyből, annyi, hogy Mystical Fire fontosabb volt nekem a taktikám szempontjából, majd el is mondom, hogy miért, mint a Moonblast. Így tudom ütni a Steelix-et, de nem tudom annyira ütni a Girdert, és emiatt a csapatom Girder gyengébb, de több Pokémonom is van, ami kvázi-kvázi tudja kezelni Girdert, és mivel Girdernek a Drain Punch-on kívül komoly recovery move-ja nincsen, ezért fokozatosan le tudom őt szedni. Ez a taktikám. A következő Pokémonom az nem más, mint Rotombas, aki egy fizikai védő Rotombas, ő is. Willow Whisper, Hydro Pump-pal, most ott direkt hozok Hydro Pump-ot a Steelix miatt, annál gyorsabb is vagyok, stb. Amúgy pedig a 131 speed, ez pont mire elég, valamire néztem. Ja igen, hogy gyorsabb legyen max speed, de Adamant vagy Modest Blastoise-nál minden esetben. Ez pont azért van. Tehát Blastoise-on végtelenségig tudok volt switchelni. Ugye, ha meg, és ez a problémája az ő csapatának is, ez viszonylag egy gyengeség, hogy ha meg a volt switch-re bepredikter és becseréli a
becseréli a Steelix-et, akkor Steelix-et tudom ütni Hydropump-ba, illetve mivel fizikai védő vagyok, előbb még biztonságosabb egy Willow Wisp-et feltenni, amit igazából csak Ninetales-el tud ellepni, de Ninetales bár tud Fuel Coverage-et, amúgy túlélek tőle egy Energy Bolt, Solar Beam-et már nem, de Energy Bolt, azt még ezzel az Invest-tel, így hogy van ennyi HP Invest-en plusz Special Defense-en is van egy kis Invest, simán túlélem. A következő Pokémonom Drapion, és akkor itt jön ez az ötlet, ami bevallom, nem az enyém egyáltalán, ez az ötlet, ez a Drapion ötlet. Előző meccseket néztem Assival, és Assinak volt egy szalagszörnye, ami nagyon nagy problémákat okozott Bálintnak, és onnan jött az ötlet, hogy gyors Pokémon, ami lehet, hogy méreg vagy valami, de trappelni tud. És akkor néztem, hogy Drapion amúgy a második leggyorsabb Pokémonom, tud trappelni, Safety to Protect Toxic, és a Black Sludge-ja vissza is tudja tölteni amúgy így a saját HP-ját, tehát egy substitútot, hogyha nem veri szét egyből, utána gyakorlatilag Protect Toxic minden Pokémonjának fele életét tudom venni. Ugye ez csak a Steelix-en engedett, hogyha nincsen Steelix, Drapion be tudom hozni Mimikyu-ra, be tudom hozni Ninetales-re, és ezeknél mindegyiknél gyorsabb is, tehát ja, Mimikyu-nál, azt néztem, bocsánat, Mimikyu-nál nem gyorsabb, mert úgy csináltam meg, hogy a max speed-es, de nem speed invest, tehát Ninetales-nél legyen gyorsabb. Hát ennek az az oka, mert akartam HP-ra is rakni egy kis investet, és ez nagyon fontos. És a másik, aminél még fontosabb, hogy gyorsabb legyen, az a Duragdon, mert ő is steel-type, nem tudom sajnos megmérgezni. Ezeknél mindnél gyorsabb, és ennek körülök. Mimikyu-nál, hogyha max speed-es a Mimikyu, akkor nyilván nem gyorsabb, de amúgy meg Mimikyu érdekes, hogy nem nagyon tudja megölni, csak akkor, hogyha setup-ol, csak is csak play ref-val, mert amúgy tök jó, hogy így rezisztálom az ő dolgait. Ez mindenféleképpen hasznos. A Ninetales ellen van még egy Pokémonom, Flareon, aki Flame Charge, Lava Plume, Vistoxic, ő is 90 speed-es, hogy mindenféle Steelix-nél gyorsabb legyen. Lava Plume kb. Van Shatoja is. Toxic azért, látjátok, több Pokémonom van Toxic, mert a fő taktikám ténylegesen is az, hogy Drapionnal elkapjam őket, és próbáljak minél több Pokémon-t ki sztorolni. Tudom, hogy ez szánalmas taktika, de ahogy ez sikerül elkapni, azért a Sentum önmagában is több Pokémonnál, hogy a szuper effektív, például Heliolisk-re, Steelix-re várjanak, nem üdvbe sokat, akkor Ninetales-re is. Ugyanakkor vannak olyan Pokémonok, mint vagy Duraludonra is, de például Sneasel, vagy még nem is nézi, Leafeon például, hogyha őt elkapom, ő nem nagyon tud hozzáérni a Drapionhoz, és akkor emiatt próbálkoztam, hogy ez az a taktika, ugyanakkor Drapionnak a potenciális sem ott lehet egy Knack-off, egy Earthquake, egy Poison Jab, vagy Cross Poison, vagy valami méreg mozdulat, ezért konkrétan Mimikyu-n simán tudok substitútolni, akkor tudok substitútolni Leafeonon bármikor, mert azok ugye potenciálisan nem tudnak hozzáérni, és így, hogy ilyen jó special defense-en van, így amúgy tudok Ninetales-en is alkotni dolgokat. Na most Flareon miért? Flareonon azért van toxic, mert rá kevés az esélye, hogy a Steel-type Pokémonjaidból bárkit becserélsz. És egy Flame Charge után már gyorsabb vagyok Duraludonnál is. A másik, rá igazából Blastoise tudott cserélni, de én ezt predicteltem Wish-sel, vagy esetleg Lava Plume megbörtneni a Blastoise-t, az is nagyon jó. És hogyha Wish-sel utána, én gyakorlatilag egyből kicserélek a Blastoise Answer-re, a Clefable-re, akkor Clefable biztos, hogy max HP lesz utána. Ami azért jön nekem, mert hiába se eszmessel, az Unover Clefable-on biztos túlél kettő valamit, és onnantól már ő is tud viselni.
ugye a kis protektátum, illetve a Mystical Fire-rel le tudom csökkenteni a valaminek a speciális támadását. És igazából csak azt kell elérjem, hogy a Blastoise kiváltson, és onnantól már kárba ment, az Shell Smash-e. Hogyha meg nem Shell Smash-es a Blastoise, akkor amúgy, ami a legnagyobb kárt tud nekem tenni, az a Specs Blastoise. Ő tud a legnagyobb kárt tenni bennem, de rá, meg viszont akkor, abban az esetben gyorsabb nála a Rotom Wash. És mint mondtam, Rotom Wash-nak ez a Volt Switch Hydro Pump kombinációja, ez eléggé jól megvédi önmagában a Rotom Wash-t, plusz még van ugye leftoversze. És offenzív módra ezt találtam ki, ezt már lecseréltem, vagy nem cseréltem le, de ezt már lecseréltem, mert rájöttem, hogy nem olyan fontos. Tehát az alaptaktika az az volt, hogy és ezt megint megosztom veletek, az alaptaktikám az az volt, hogy egy King's Rock beat-up-os szettet hozok, mert ellene már hozták ezt a szettet, és eléggé jól működött. Meg főleg Mimikyu-nak a Disguise-ára. De utána rájöttem, hogy akkor kb. Rá vagyok kényszerítve, hogy Durant-tel kezdjek, és egy Ninetales kezdés akkor mindenféleképpen megpusztít. Mert bár gyorsabb vagyok a Ninetales-nél, nagyon nem tudom így egyből megütni, viszont így, hogy biztos gyorsabb vagyok a Ninetales-nél, mert 167 a max speed, Durant-nek 168, így biztos meg tudom ütni, és a Stomping Tantrum már 70%-ot biztos levisz, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy így a Choice Bender. Szóval mindenféleképpen ez egy sokkal jobb döntés, mert csak a Scarf-os Ninetales lehet jó, viszont onnantól, hogy tudom, hogy Scarf-os a Ninetales-e, akkor más nem lehet az, és nekem azért nagyon jó, hogyha a Ninetales-e Scarf-os. Na de, ha meg behozza mondjuk a Sneasel-t, hogy vele kezd, akkor rá First Impression, és egy easy kill. Valamiből. De azt is bepróbáltam, mert van egy kis differenciál vesztem, és nézeltem bármit túlélek, hogy esetleg prediktem az Iron Head-et, hogy hát ha ő First Impression-re tippel, és akkor úgy nyírom ki. Stomping Tantrum pedig nagyon jó coverage move. Heliolis ellen például, vagy Duraludon ellen, ezek ellen tök fasza. Például a Duraludonja lehet Scarf-os, rá mindenféleképpen vigyázni kell, itt a Power Hurt, Burst, Roller Beam szettre is vigyázni kell, ugye Gastrodon ellen bármikor készülhet, de nem is kell neki Power Hurt, mert ott van neki nálatér ez. Szóval ennyi. Ennyi lett volna a csapatépítő, és elméletileg úgy beszéltük meg, hogy 11-kor játszunk, szóval én ki is hívom. Illetve nyomok még egy importot, mert ez kell. És tudatni kell, kezdhetjük a készülőt. Megnézem, hogy írt a Discordon, vagy valami, de nem. Szóval én kihívtam, és akkor nézzük, mi lesz. Nincsen Snitzel, ezért megjegyezném, hogy Durant mindenkinél gyorsabb. Ezért továbbra is egy nagyon jó kezdés. Kezdhet Steelix-el, Ninetales-el, Mimikyu-val esetleg, ezeket nézem ki kezdésnek, illetve Duraludonnal is kezdhet. Amiatt, mert egy Stealth Rockot fölpakoljon. Szerintem nekem a legjobb kezdés amúgy, az jelenleg Endre, tehát Mrs. Steiger, mert ha Ninetales-szel kezd, a Ninetales nem tud hozzáérni, ez fix. Ha Steelix-szel kezd, ugyanaz a helyzet, akkor Lava Plume marad minden esetben, Mimikyu-val Flame Charge-olni tudok,
És a duraludon ellen is nyomni tudok egy flame charge-ot, szóval mindenféleképpen egy nagyon jó kezdés nekem most, ilyen csapatot meglátván Endre. Aminek nagyon örülök, hogy nincsen Blastoise. Tehát a Blastoise-tól nem kell félni, ez pozitívum. Én viszont a Rotomnak veszem a legkevesebb használat ebből a meccsába, tehát hogyha majd valamit fel kell áldozni, akkor ne felejtsem, hogy az Rotom legyen. És Ninetales-szel kezd, ez nekem nagyon jó. Először is kezdek egy flame charge-sal, hogy túl gyorsuljam, és megnézzük, hogy ennek a Ninetales-nek milyen szettje van. Megkapom tőle a Sun Boostot, és az nagyon oké, okay, azért is akarok flame charge-olni, bár utána valószínűleg a Leafeon gyorsabb lesz, esetleg lecserélni. De hogyha viszont mondjuk ilyen substitútos Ninetales, akkor is nekem minél inkább jó lenne, hogyha damage-t vinnék be neki. És a Gördőre már egyből kivált, ami nekem azt jelenti, hogy nekem erre tökéletesen ugye mindig is a válaszom, a Clefable Gördőre. Gyakorlatilag bevittem ennek a Gördőrnek, mint látjátok, Sun Boosted bár X-eljük még ki, még nincsen timer. Nézzük meg, mi lehet ez a Gördőr. Itt van nekem ez a Flareon, és akkor végre azt a Gördőr, RU Defogger szettet, és legyen 50-es szintű. Neki a Flame Charge azt mondja, hogy 15,6%-ot visz, abban az esetben, hogyha max HP nincs invest, de azért Ivaro Light-os, jó, defense-re van 4 investje, akkor ezt írja. De biztos nem max HP, nem tudni lenni. Flame Charge azt mondja, hogy vitt 22 ide, tehát még azt se tudom mondani, hogy max HP-s. Tehát egy kicsit többet vitt, nem annyira védekező szettet hozott, hanem inkább támadó, emiatt még inkább azt mondom, hogy a Clefable lehetőleg jobb lehet. Ó, High Horse Power az, ami feljött, és én itt most a lehető legjobb, amit meg tudnék csinálni, az, hogy teleportálok. Mert ha esetleg megoffol, tovább veszít. Viszont, ha meg nem csinálja, akkor tök jó helyzetben vagyok, ha meg kivált. Szóval én szerintem itt most a teleportálás lesz a legjobb opció talán. És itt most, hogyha ez Magic Guard-os lenne, nem Unnever, akkor mondjuk helyzetben nem mondjuk. Setupolni tud a Ninetales-szel, tud a Leafeon-nal, főleg a Leafeon ellen jó ez a set. A Ninetales Flareonhoz nem nagyon tud hozzáérni. Pláne, hogy ez egy special védő Flareon. Most nyilván gondolkozhat, mert tudhat Poison Jab-et, ez teljesen egyértelmű számomra. De tudhat Fire Punch-ot is. És most nyilván ez most azért fontos, mert ha én bepredictem a Poison Jab-et és lecsapjam Durant-ra, őt viszont a Fire Punch one-shot-olja, amit nyilván nem akarok, nyilván ő is ezt mérlegeli. Ha viszont ő Fire Punch-ra nyom, és én akár, oké, most így teleporttal kiváltok, akkor szintén ez lehet a probléma. Viszont Poison Jab nagyon jó, engem nem mérgez meg, viszont ki tudok váltani, ami annyiból jobb, hogy ez a Gördőr biztosan 100%-osan azt mondom, hogy ő ugye nem max HP-s. Tehát mondjuk nézzük, legyen olyan 200 HP. Még annál is több. Legyen az, hogy ne is legyen investje HP-n. Ha nincs investje, hát jó, azért az durva. Azt is, hogyha nincsen investje HP, még akkor is a flame charge az ilyen. Aha! Mi van akkor, hogyha max HP-s, de nincsen Ivaro Light-ja?
hanem valami más item. Akkor lehet, hogy a Flame Charge úgy vitte a gyakornal, viszont ha itt számolok, akkor nézzük meg, hogy Durant valamilyen ütésével Iron Head az 53%-ot visz minimum. Én ezt úgy látom. Szóval be is hozom őt. Magpáncsal kicsit megüthet. De Iron Head viszont innen tuti megpusztítja a Gröjtört. De Magpáncsal megüthet. Magpáncsot biztos tud. Ez volt a safe switching számára, ez biztos, és Rocky helmetes a Steelix, ezt ne feledjük, nem fel is írom a csapatát, tehát van egy Steelix, egy Girder, egy Ninetales, egy Leafeon, vagy azt kell, egy Duraludon, és egy Mimikyu, és azt tudom már biztosan, hogy a Steelix az Rocky helmet. És akkor a Steelix-re becseréljük Özanussit 100%-osan, mert ez a kis damage már elég volt, hogy elveszítse a Sturdy-ét. Ha esetleg Sturdy-e volt. Ez a Toxic, ez nagyon szép tőle, viszont... A Willowis az tőlem nagyon jó lenne. Szóval a Willowwisp-et fogok nyomni. Mondtam, hogy a Rotom ebben a párharcban jelenleg talán a legjelentéktelenebb. Nagyon jó, Leafeonra a Willowwisp az mindig tökéletes, és azt most tökéletesen tudom csinálni, hogy... kit hozzunk be, ugye? Volt switchelek, mert szerintem nem tud megpusztítani. Mivel max, vagy hát eléggé fizikai védő vagyok, így már egy burn után nem hiszem, hogy lenne arra potenciálja, hogy engem megpusztítson. Ezt én úgy gondolom. És a Volt Switch-et azt simán tudom csinálni. Oké, okay, Nekov volt a leftover szem, ez egy okos gondolat tőle, de az a bajod, hogy gyorsabb vagyok nálad, vagy hát valószínűleg gyorsabb vagyok nálad, az én mentrapionommal, és tuti szabolok. Ez most az én nagy taktikám, hogy szabolok. Oké, gyorsabb vagyok nála, ez így nem öl meg, és innentől kezdve ez viszont nekem nagyon jó, mert valamit most csapdába tudok ejteni. Sőt, a protector is lehet még jobb gondolat lenne, de nem, inkább csapdába ejtem, most a Leafeont mondjuk. De hogyha meg lecseréli valamire, az nekem még jobb lenne. Látványosan mondjuk kettő speciális támadója lehet, és ugye inkább specialidő, ez nagyon jó, a Mimikyu-ra lecserélte. Mimikyu-t az gyönyörűen csapdába tudom ejteni. Viszont Red Card-dal ki tudott engem váltani, ami nagyon okos, viszont kaféből jött be. Ami már kevésbé, vagy ami már jobban problémás. De Clefable-t innen nem fogja tudni megpusztítani semmivel, esetleg egy Shadow Claw kritikussal talán,
De hogyha meg ez nem történik meg, akkor Wish-sel én újra fogom magamat tölteni egy Wish Protect-tel. Ő meg hiába setupol, aha, ez viszont okos tőle, hogy tauntozott. Ez okos, csak az a baj, hogy gyorsabb vagyok nála Durant-tel. És ez a playlist nem üt be annyit, viszont innentől kezdve van egy ingyen Iron Head-em. Ez biztos. Vagy becserélem Zanussit. Na az még mekkora play lenne. Hogyha most double switchelek, mert ő mindig behozhatja Steelix-et. Az a kérdés, azt nézem meg, mert nézek egy olyat, hogy Durant már bent van, és nézek egy Mimikyu, hát nem is tudom, valami Taunt, Playlife, eddig ez volt, nem Lifeorb-os, tehát azt tudjuk, hogy Red Card, rajta már item nincsen. Az biztos, hogy ő most engem megpusztítani nem tud, viszont Iron Head tuti megöli őt. Az a kérdés, Stomping Tantrum, az nem üli meg, de nagyon-nagyon nagy szar bele, hogyha elveszíteni, szerintem, szóval... Szóval talán a legjobb gondolatom az tényleg, hogyha becserélem most Rotomot. De ugyanakkor még a játék elején vagyunk, szóval egy biztos kill is jól jöhet. Mert lehet, hogy Gördört cseréli be most. Az legyen a biztonságos kill-re rámegyünk, és a Mimikyu Durant hatására meghalt. Biztos volt valami izéje, de a Mimikyu az eltávozott közülünk. Annyi, hogy rájött, hogy mi az én Drapion szettem, ami problémás lehet. De most valószínűleg tudja, hogy bendes vagyok, tehát ha most Steelix-et hozza, akkor ki kell váltsa. Ha nem őt hozza, hanem Gördört, akkor nem váltok ki, mert mint hogyha múltkor számoltam, hogy Gördört ilyen kicsi HP-ról talán már meg is öli. Ha Duraludont hozza, akkor ki kell váltsak, mert még nem ismerem a Duraludon szettet. Az se, hogy speciális vagy fizikai. Ha Steelix, akkor ugye egyértelműen Rotomra váltok ki, őrsklékezni nem tud. Ha stealth rokkozik, én defaulkolok. Heavy Slam, látjátok, ez semmi. Nekem most a legbiztonságosabb az, hogyha... Még nem tudja, tudok-e hágyokat, de akkor most megmutatom neki. Ha nem cseréli le... Gördör, nagyon jó. Úgy van. Valószínűleg jön a Mach Punch, amit én el akarnék kerülni, de a biztonságosabb most bevinni a Volt Switch kill-t. Mert gyorsabb vagyok nála mindenféleképpen, csak Mach Punch-sal tud átgyorsulni. Ha meg nem arra nyom, mert Drain Punch-sal vissza akar tölteni valamit, akkor is vége az életének, ezt így tudjuk. Ó, ez okos volt, viszont ezzel azt érted el, hogy szerintem én Willow Whisperek. Szerintem arra számított, hogy switchelek Clefable-re. Így viszont nem akarom kockáztatni azt, hogy a Hydro Pump misszel, szóval inkább Willow Whisperek, ami misszel. Nagyon jó. Így viszont Mach Punch innen már elintéz. De lehet jó lenne még megtartani Rotomvost. Szóval cseréljük csak be Clefable-t. Nightdale-t hozza be. Ez lehet, hogy jó is nekem. Viselni megpróbálok. Bár szerintem Samba Számba elintéz engem egy flamethrower, vagy akármi, de
Abból, hogy a gördör még nem használt magváncsot, arra következtetek, hogy szerintem nincs neki magváncsa. Vagy ha eddig nem használta, akkor az nagyon durván okos taktikázás Bálinttól, hogy eddig nem használta a magváncsot. A Nantészre ne felejtjük, körülbelül olyan, nem tudom, 20-30% damage-et kell beüssek, hogy onnan a Durant meg tudja ölni. Így viszont akkor én úgy vagyok vele, hogy szia, protektelek, az biztos, tehát trefébölt azt vissza kell tölteni. Sőt, számolhatunk is. Azt mondja, hogy 13,9-et vitt. Azaz, Clefable, van nekem egy Clefable szettem, és van az ő Ninetales-e. És a Ninetales, legyen mondjuk egy nested lotos Ninetales, nem láttam rajta Life Orb-ot, valószínűleg Heavy Duty-ben buccos, és viszont láttunk rajta Dark Burst. Valószínűleg az ilyen Pokémonok ellen, mint Pröp. Hogy hívják? Duós ember ezek. És ez a Dark Burst, ez hát körülbelül ennyit. Szóval ez max special ötekes. Sőt, többet vitt ennél, szóval szerintem ez Pex. Nézzük, Choice Packs Modest, ez a max, ami lehet. A Choice Packs Modest Dark Purse az azért többet visz. Tehát vagy Spex-es és Timid. Spex Timid Dark Purse visz körülbelül ennyit, az vihet ennyit. Vagy pedig valami más, de Modest. Tehát nézzük azt, hogy mondjuk legyen leftoversás vagy valami, de Modest. Az kevesebbet víz gyermekeim. Annak ellenére maxos szerintem. Max, de... Oké. A tulajdonképpen megnézzük, mit akar. Ez biztos. Oké, Flash Cannon. Tehát speciális támadó vagy. Ez nem okozhat gondot Flareonnak. Aj, de szép! Jaj, de szép! És akkor Flame Charge. Vagy feláldozott gördört, vagy van valami coverage mozdulatod, azt is el tudom képzelni, kinézem belőled. Sőt, tudunk erről is számolgatni. Ugye szerintem a Nintendo Specs-es, akkor a Duraludon nézzük meg. Van nekem egy felhívónom. A Duraludon ne 100-as szinten legyen, hanem 50-es, és volt nála Flash Cannon, az a Specs-es szed, de ne az legyen Scarf-os. Azért, mert azt már múltkor is hozott, Choice Scarf szedtek. Ugye timides, tehát Choice Scarf timid, Flash Cannon-nel azt mondja, 17 felett vitt, annál jobb. Tehát ő biztos nem timid, hanem Modest, ez tuti. Modest Choice Scarf, az körülbelül ennyit visz. Jó tekintekről Modest Choice Scarf-os, és nem tud változtatni, és ez nagyon jó, mert Flareonnak van egy kírje akkor. Miközben gördör törte meg, és szerintem potenciálisan Scarf-os, a Nantes meg ez egy potenciális játszés. A gördör meghalt Flareontól, és tehát szerintem a Duraludon Scarf-os, a Nantes pedig Spex-es. És ez, hogy a Spex Nantes, ez azt nagyon megöli a Drapion, aki még hát már nincs max HP-n, de elég jól áll. Oké, most nyilván gondolkozik, hogy mi legyen.
22 korra pedig csak ő veszte a Pokémont, és gyakorlatilag nem hozhatja be Steelix-et, nem hozhatja be Leafeon-t, 90-t se igazán, mert speciális, és Durabudont se fogja akarni behozni, ráadásul én már kaptam egy speed boostot, így is amúgy gyorsabb nálam az összes, de hogyha 90-t jön be, akkor 90-re biztosan tudom, hogy őt toxikolni akarom. Sőt, lehet, hogy Wish-sel kezdek, hogy megnézem, mit tud. Sőt, Wish-sel fogok kezdeni. Wish-sel kezdek, és most jön a toxik. Nagyon szépen a toxikot most lövöm le. És gyakorlatilag nem tudod behozni a Steelix-et, mert az következő körben nekem ingyen egy láva plume, és akkor valami damage-elődni fog. Biztosan. Oké, Leafeon ez ügyes volt, ahogy behoztad, ő inkább ugye fizikai, de hát viselek természetesen. Még miért ne? Tehát nyilván gyorsabb nálam, de még így se üt be akkorát, hogy én a láva plummal nem nyírem ki. A burnülés nagyon sokat segít ebben ez tény. Oké, megvan Flareon második kérje, és az Evolution egy csatáját Flareon nyerte. Egyenlőre. A Ninetales nem tud mit kezdeni. Duraludonnal Flareon se tud mit kezdeni, de mindig ő a legjobb megoldása. De amíg én max HP-n vagyok, addig szerintem a Duraludonnak sincsen olyan mozdulata, amivel ő engem meg tudna ölni. Ugye a Draco Meteor, Flash Cannon, Dark Pulse, Thunder Bolt, ez az, ami ajánlva van. A Draco Meteor maximum, hogyha feltételezett modest szettem van, 60%-ot visz, max. És utána ugye csökken az egész. Na, Steelix-re a Lava Plume, tehát nem szarozunk. Lehet kiszámoltad, hogy túléli. Lehet kiszámoltat, hogy túlélni, de potenciálisan benne van a burn esély is egy láva klumolásba. Szóval mindenféleképpen támogatom a gondolatot. Plus sun boosted, ez az egész. Szerintem nem éli túl, esélytelen. Kritikus is volt, de... nem gondolom... Viselek természetesen. Nem gondolom, hogy egy sun boosted... egy Sun Boosted Lava Plume-ot túlélt volna a Steelix. És akkor most viselek, egyértelmű, hogy a Dark Pulse az nagyon jó, csak az a probléma, hogy én itt olyan könnyedén be tudok cserélni Wishlerre, hogy az valami hihetetlen. És én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez egy Specs 90, és mint láttátok, substitútolni ingyen tudok rajta. És ugyan láttátok az investet ezen, azzal tisztában vagytok, hogy ezen a dropjonon az invest, az 252 special defense, csak annyi, hogy nem maxos, mert nem valami con, vagy valami ilyen nature. De nagyon nem tud hozzáérni. És akkor nézzük, hogy és ez nem is Scarforce Duraludon. Akkor lehet, hogy ő az X-es? Nem tudhatom, de az biztos, hogy protektelünk egyet, hogy a Szentom az vigyen még le róla. Okos. De gyorsabbak vagyunk igazából nála, ő cserélni nem tud. A substitútomat szép tudja ütni, de már csak 11 van neki a feskemből, szóval tovább protektelek. Szóval, aha, Power Hörpös volt. Oké, akkor ez egy Power Hurt, de biztosan modest. És emiatt ugye gyorsabbak vagyunk nála. Substitútolunk megint. Steel Beam. Nice, az el is vesztette a HP-re. Az király. És ugye az fontos, hogy azzal kezdjük most, hogy protectelünk és megnézzük, mi a támadása. Gyakorlatilag, hát Steel Beam, de azt én úgy veszem észre, hogy ezt Drapion ölte meg. És mivel overheated és szerintem choice-os, a Flashfire-t Flareon lehozza. Flashfire a Flareon.
gyakorlatilag itt nyomok egy frame charge-ot, és szerintem véges a toxikot, ami Flareon okozta neki. Szóval Flareonnak gyermekeim van 4 kírje ebbe a meccsába, és ez hihetetlen, mert Bálint csapata annyira jó a miénk ellen, ez valami hihetetlen, de ez a 6-0-es győzelem, ez nagyon durva. A Blastoise nagyon hiányzott a csapatodból, hihetetlen Flareon gyenge volt a csapatod egyszerűen. Gyakorlatilag Gördőt leszámítva, nem is tudom ki az, aki le tudta volna Flareont győzni. Kérdezte, hogy a Mimikyu környel, amikor becsérelte, gondolkodtál a Super Power-on, és én meg őszintén mondtam neki, hogy nem, azért, mert semmi nincsen Super Power, szóval egyszerűen ő ott prediktált félre, de valószínűleg nem azon múlott, mert a Mimikyu ellen mondom azért arra, több mindenem volt, a Blastoise-tól féltem, Ninetales-től féltem, meg a Duraludon-tól féltem, és abból 2 itt volt, tehát... Köszönöm Bálint, gondolom szerintem egyértelmű, hogy az MVP Flareon, de azért megkérdezem őt is. Most ennyi lett volna ez a videó, színekül és az erő legyen veletek. Sziasztok! Találkozunk jövő héten, illetve hát 2 hét múlva az 5. fordulóban 4-0-val állunk.